65. fejezet Krisztus megkoronázása. Krisztus ekkor ismét megmutatja magát az ellenségnek, messze a város felett fényes arany alapzaton magas és felemelt trón van. E trónon Isten fia ül, és körülötte országának polgárai. Nincs nyelv, mely el tudná mondani, nincs toll, mely le tudná írni Krisztus hatalmát és fenségét. Az örökkévaló atya dicsősége betakarja a fiút. Jelenlétének dicsősége betölti Isten városát, és a kapukon át beragyogja sugaraival az egész földet. A trónhoz legközelebb azok állnak, akik egykor Sátán ügyéért buzgolkodtak, de aztán tűzből kikapott üszökként mélységes, lelkes odaszentelődéssel követték megváltójukat. Majd azok következnek, akiknek a jelleme hazug és hitetlen környezetben jutott el a keresztény tökéletességre, akik tisztelték Isten törvényét, amikor a keresztény világ érvénytelennek mondta, és minden korok milliói, akik mártírként szenvedtek hitükért. Mögöttük pedig a nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből, a trón előtt és a bárány előtt fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikbe pálmaágak. Jelenések 7:9. Harcuknak vége, a győzelmet kivívták, a versenyt megfutották és megnyerték. A kezükbe levő pálmaág győzelmük jelképe, a hófehér ruha pedig Krisztus makulátlan igazsága, amely most már az övék. A megváltottak dicsőítő énekbe kezdenek, amely az égbolton keresztül visszhangzik és visszaverődik. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé. Jelenések 7:10. Az angyalok és a szeráfok is egyesülnek az imádatban. Sátán hatalmának és gonoszságának láttán, a megváltottak most értik meg igazán, hogy csak egy hatalom a Krisztusé tehette őket győztesekké. Abban a fénylő sokaságban senki sem tulajdonítja sajátjának az üdvösséget, saját erejének és jóságának a győzelmet. Tetteikről, szenvedéseikről említés sem történik. Minden ének tartalma, minden himnusz mondani valója ez, üdvösség a mi Istenünké és a bárányé. A föld és a menny összesereglett lakóinak jelenlétében megtörténik Isten fiának végső megkoronázása. És most a legfensőbb méltósággal és hatalommal, felruházva a királyok királya ítéletet hirdet a kormányzata ellen lázadókra, és végrehajtja ítéletét törvényének áthágóin és népe sanyargatóin. Isten profétája ezt mondja, láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Jelenések 20:11-12 vers. A gonoszoknak, mihelyt a könyvek megnyílnak, és Jézus rájuk tekint, minden bűnük eszükbe jut, meglátják, hol tért le lábuk a tisztaság és szentség útjáról. Rádöbbennek, hogy gőgjükkel és lázadásukkal mély súlyosan megsértették Isten törvényét. A csábító kísértések, melyek bűnös életre bátorították őket, a megrontott áldások, a makacs bűnbánat nélküli szívek által visszautasított kegyelmi ítés, mint tüzes betűkként jelennek meg. A nagy küzdelem körképe. A trón felett feltűnik a kereszt, körképszerűen felsorakoznak Ádám megkísértésének és bukásának jelenetei, valamint a nagy megváltási terv egymás követő eseményei. A megváltó egyszerű születése, gyermekkorának engedelmessége és szerénysége, keresztsége a Jordán vizében, pusztai bőtje és megkísértése, nyilvános szolgálata, amint feltárja az embereknek a menny legdrágább áldásait,
a szeretetet és kegyelem cselekedeteivel zsúfolt napjai, a hegyek magányában imával töltött, átvirasztott éjszakái, az irigykedőknek a gyűlölködő, gonosz cselszövése, amelyekkel jó tetteit viszonozták, a tiszteletet ébresztő, titokzatos vívódás a Gecsemáné kertben, az egész világ bűneinek nyomasztó súlya alatt, a gyilkos tömeg kezébe történő áruló kiszolgáltatása, ama gyötrelem éjszakájának félelmes eseményei, elfogásának ellenkezés nélküli tűrése, miközben legkedvesebb tanítványai elhagyják, Jeruzsálem utcáin történő durva hajszolása, Isten fiának diadalmas bemutatása Annásnak a főpap palotájában, Pilátus törvénytermében, a gyáva, kegyetlen Heródes udvarába történő kigúnyolása, sértegetése, kínzása és halála, halálra ítélése mind elevenen lejátszódnak. És most a végső jelenetek tárulnak a hullámzó tömeg elé, a Golgota felé vezető út türelmes szenvedője, a kereszten függő mennyei fejedelem, a haláltusáját nevető gőgös papok és a gúnyolódó tömeg, a természet fölötti sötétség, a földrengés, a megrepett sziklák, a megnyílt sírok, azt a pillanatot jelzik, amikor a világ megváltója kilehelte lelkét. E rettenetes jelenetek a valóságnak megfelelően játszódnak le. Sátán angyalai és alattvalói nem tudják szemüket levenni a maguk kovácsolta eseményekről. Mindenki visszaemlékszik a maga szerepére, Heródes, aki Betlehemben meggyilkolta az ártatlan gyermekeket, hogy megölje Izrael királyát, az aljas Heródes, akinek bűnös lelkén száradt Keresztelő János vére, a gyenge, megalkuvó Pilátus, a gúnyolódó katonák, a papok, a főemberek, és az őrjöngő tömeg, aki ezt kiáltotta, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Mindnyájan látják vétkük szörnyűségét. Miközben az üdvözült sereg, ő meghalt értem kiáltással, a megváltó lábához teszi koronáját. Ők hasztalan próbálnak elrejtőzni Krisztus tekintetének mennyei fenségétől, amely túlszárnyalja a nap ragyogását. Krisztus apostolai, a hős Pál, a szenvedélyes Péter, a szeretet és szeretőszívű János, valamint hűséges testvérei is ott vannak a megváltottak sokaságában, és velük a mártírok hatalmas serege. A falakon kívül pedig minden hitvány és hőrtelmes dologgal együtt azok, akik üldözték, börtönbe vetették és megölték őket. Néró, e kegyetlen és erkölcstelen szörnyeteg, látja azok boldogságát és megdicsőülését, akiket egykor megkínzott, és akiknek határtalan szenvedésébe gyönyörködött. Anyja is tanulja saját tettei gyümölcsének, annak, hogy miként öröklődtek fiában az ő jellemének gonosz vonásai, a szenvedélyek, amelyek az ő befolyása és példája nyomán fejlődtek ki, és erősödtek meg fiában, és olyan bűncselekményekben gyümölcsöztek, amelyek megremegtették a világot. Vannak ott olyan papok és főpapok, akik Krisztus követőinek vallották magukat, de Isten népének lelkiismeretét úgy akarták elfojtani, hogy kínpadra, börtönbe és mágiára küldték őket. Ott vannak a gőgös pápák, akik Isten fölé emelték magukat, akiknek volt bátorságuk arra, hogy a magasságos törvényét megváltoztassák. Az úgynevezett egyház atyáknak lesz mivel elszámolniuk Isten előtt, de szívesen elmenekülnének e számadás elől. Túl későn látják be, hogy a mindenható féltőn őrzi törvényét, és korán sem igazolja a bűnöst. Most ismerik fel, hogy Krisztus azonosul szenvedő népének érdekeivel. Most érzik szavainak súlyát, amennyiben megdicselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25 rész 40. Az ítélet törvényszékénél.
az egész gonosz világ a menny kormányzásával szembeni lázadása miatt Isten ítélő széke előtt áll. Nincs senki, aki ügyüket védené, nincs mentségük. A rájuk kimondott ítélet örök halál. Ekkor mindenki előtt világossá válik, hogy a bűn zsoldja nem a csodálatos függetlenség, nem az örök élet, hanem rabság, romlás és halál. A gonoszok látják, mit vesztettek lázadó életükkel, az igen-igen nagy örök dicsőséget semmibe vették, amikor Isten felkínálta nekik. De milyen kívánatosnak tűnik az most! Mindez az enyém lehetett volna, kesergi az elveszett ember, de eldobtam magamtól, ó, micsoda elvakultság! Nyomorúsággal, gyalázattal és reménytelenséggel cseréltem fel a békességet, boldogságot és dicsőséget. Belátják, Isten jogosan rekeszti ki őket a mennyből. Életükkel ezt vallották, nem akarjuk, hogy Jézus uralkodjék rajtunk. A gonoszok megigézve nézik Isten fiának koronázását. Látják kezében a mennyei törvénytáblákat, a tilalmakat, amelyeket semmibe vettek és áthágtak. Tanúi a megváltottak kitörő csodálatának és elragadtatott imádatának, és miközben az ének hangja végig zúg a városon kívül rekedt tömeg felett, egy emberként kiáltják, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Jelenések 15 rész 3, és térdre hullva imádják az élet fejedelmét.